Összecsukva a pihenőágyak az Aquarius élményfürdőben, most ezek is pihennek, vendéget rég nem láttak. Az élet azonban nem állt meg, a napokban is gőzerővel zajlanak a nagy karbantartási munkák. Egy új hideg burkolatú lábazatot készítettünk, és a falazat pedig kapott a gyógyászati medencetér hangulata, jött tovább az élményfürdőben. Ez egy ilyen jelentősebb változás. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatója azt mondja, azokat a feladatokat tudják most elvégezni, amelyekre amúgy csak egy hosszabb leállás adna lehetőséget. A novemberi bezárás követően először a belső egységek átvizsgálása történt meg, amikor pedig látták, hogy sokáig nem tudnak még fürdőzőket fogadni, azokat a munkákat vették előre, amelyeket normál napi működés mellett nem lehet megoldani. Alapvetően tisztasági festésre sor került majdnem minden helyiségben. Újra burkoltuk a öltözőnek egy jelentős részét, ott a lábmosóknak a burkolása is megtörtént újonnan. Közlekedő tereknél a régi fa burkolat helyett egy impozáns, modernebb burkolatot alakítottunk ki, figyelve az üzemeltetési igényekre, tehát egy magas hideg burkolatú lábazattal láttuk el. Ezek a légtechnikai csövek is kilettek cserélve, szükség volt rá, a különféle gőzök idővel kárt tettek bennük. A belső medencék burkolatát is kijavították, a medence pilléreket megerősítették, a zuhanyzókban, mosdókban pedig a pultok cseréjére került sor. Néhány instrukció a festés megkezdése előtt. Jelenleg a gyermekmedencék mellett dolgoznak, hogy még hangulatosabbak legyenek a belső terek. A munkákban közös, hogy jellemzően az itteni alkalmazottak végzik el őket. Csak olyan területen mondtunk meg külső vállalkozót, amely a szaktudásukat, nem volt olyan munkatársunk, aki ezt meg tudta valósítani, úgyhogy így lényegében értelmesen és ütemezetten munkát tudnunk adni valamennyi munkavállalónknak, és a kormányzati támogatásoknak köszönhetően így nem kellett munkaerőt elengednünk. Nem csak bent, kint is folyik a munka. A melegebb idő érkezésével a tavaszi feladatok elvégzése, például a parkrendezés magasabb fokozatba kapcsol, addig is azonban van mit csinálni a medencék körül. Ha valaki itt sétál Sóstón, mondjuk a tó mellett, láthatja, hogy a kültéri medencékben van víz, ne tévessze meg azonban senkit a látvány. Erre a vízben teleltetés miatt van szükség ilyenkor télen is, hogy a burkolatok ne fagyjanak el. Noha bizonyos fürdőgyógyászati tevékenységek, úgy mint a masszázs vagy a fizikoterápia végzésére országosan már van lehetőség, az úgynevezett 0-1-es gyógyfürdő tevékenység nem folytatható, márpedig az itteni kezelések döntő többsége erre épül. A vendégek fogadására így majd csak a kormányzati intézkedések függvényében később lesz mód, egy másfél-két hetes felkészülési időszakot követően.